Kívülről úgy nézett ki, mintha Ljubljana nem számított volna olyan sebességre, mint amit tudtunk ellenük hozni, ez volt a kulcsa a tempó. Nem tudom, hogy számítottak vagy nem számítottak rá, de ez volt a terv. Ugye tegnap is beszéltünk, hogy mi a gyors hockeyben szeretnénk játszani és letámadni őket egyből. Amikor átnéztük a videót, meg a tegnapi meccsüket a Ritten ellen, azért lehetett látni, hogyha komoly nyomás van rajtuk, amit mi képesek vagyunk csinálni, akkor tudnak hibázni, ha megnézzük talán a második gólunkat, az ebből esett, hogy letámadtunk, eldobták a korongot, mi megszereztük, lőttünk, és az lett a gól, szóval még egyszer nem tudom, hogy be voltak erre készülve, vagy nem, de igen, a sebességünk az megint elég jól működött a mai nap. Kihasználtuk a pálya előnyeit, hiszen egy nagy pályán játszottunk, széles volt, úgy gondolom, hogy jól járattuk a korongot, nem volt mindig szép a játékunk, de végig dolgoztunk, végig nyomtuk az ellenfelet, nagyon jó letámadások voltak, ezekből lőttük a gólokat, kapu előtt szerintem keményebbek voltunk, mint ők, és a 60 percen keresztül kemény munka meghozta gyümölcsét. A csapatban van olyan, akinek nincsen, neked viszont van már ilyen típusú tapasztalatod akár ebből a sorozatból is. Mi kell ahhoz, hogy egy olyan mérkőzést meg tudjunk nyerni, mint a holnapi, mert hát tulajdonképpen döntőt játszunk a Rittennel. Igen, egy esélye van a csapatnak, szóval itt nincs az, hogy mint a kupa vagy a bajnokságban, hogy egy négy győztes meccs, itt 60 percen keresztül kell megmutatni azt, hogy te vagy a jobb csapat, oda kell figyelni, nincsenek elveszett korongok, és minden egyes párharcot úgy kell játszani, mintha az Erste Liga vagy bármelyik kiírásnak a döntő hetedik mérkőzése lenne. Ugye itt azért napról napra jönnek a mérkőzések, egy ilyen tornán három nap alatt három meccs van, azért tudtuk nagyon jól, ha ezt a meccset behúzzuk, akkor holnap ugye a következő fordulóért játszunk. Abszolút nem is kell ízlelgetni, hanem készen állunk és felkészülünk megint a legjobb tudásunk szerint, aztán holnap szeretnénk egy ugyanilyen nagyon kemény Fradisivel játszott, komoly erőbedobás mindenkitől, csapatjátékot a jégre vinni.